Mindig korábban érkezem az interjú helyszíneire, mint kellene, egyáltalán nem szeretem megvárakoztatni a riportalanyaimat, főleg nem Vámos Miklóst. Mint kiderült, ő is mindig hamarabb érkezik, most is legalább 20 perccel korábban ott várakozott a Betesda gyermekkórház előtt, mint a megbeszélt időpont. Vámos Miklóssal sosem találkoztam még ezelőtt, most mégis úgy ültünk le beszélgetni, mintha már hosszú évek óta ismernénk egymást. Zseniális képessége van ugyanis arra, hogy az ember, aki vele szembenül, egy pillanat alatt el tudja felejteni azt, hogy zavarban van, egyik se akarja túlbeszélni a másikat. Csak leültem és beszélgettünk mindenről, többek között a nemrég megjelent mesekönyvéről, de ezentúl mindenről, ami Vámos. Anya csak egy van, apák könyve, legközelebb majd sikerül, zeng az ének, számomra a legkedvesebb Vámos regények. 18 évesen már Örkény István mentorálta, mégis még ma 73 évesen is meglepődik, vagy inkább zavarba esik attól, ha valaki megdicséri, például én. Azt mondja, annak idején Örkény is figyelmeztette, hogy egymás pofán dicsérése sértésnek számít. Viccet félretéve, eddig is egy kicsit Vámos rajongó voltam, de most, hogy végre szemtől szemben is találkozhattam vele, sőt kérdezhettem, még inkább azzá váltam, ráadásul nem kevés inspirációt kaptam tőle. Tudták például, hogy majdnem 10 évig tangózott? Ez legalább annyira meglepett vele kapcsolatban, mint az, hogy írt egy mesekönyvet. Az milyen, hogyha az embernek a fia híres, nagy tehetségű színész? Majdnem 30 évvel ezelőtti felvétel Vámos Miklós igazi közönségkedvenc műsorából a Lehetetlenből. Dézsi Zoli mondta azt nekem valamelyik nap, hogy imádta Vámos beszélgetős műsorait, ő például ezekből az adásokból ismerte meg igazán Hernádi Juditot, Geszti Pétert vagy akár Kulka Jánost. Egyébként a tévében angyal arcú diktátornak hívták, ezt utóbb tudta meg. Szóval Vámos Miklós televíziós, az egykori gerilla együttes tagja, sikerfilmek és darabok szerzője, de leginkább nagy sikerű regények írója. József Attila díjas, kitüntették Tiszti Keresztel, Prima Primissima. És a tévézést egyébként miért hagyta abba? Ezt most csak én... Másokkal hamarabb abba akartam hagyni. Uh-huh. Én ott ezt eleve azért csináltam, mert ott ilyen írói feladatot találtam. Szóval az nem interjú volt, hanem hosszan beszélgettünk, írtam nekik vázlatot, tehát az inkább egy színpadi produkció volt, és az én kérdéseim végszavak voltak. Szia Marci, szia Marci! Marcinak főgyulladása van. Kezdjük sokkalom. Vámos Miklós vagyok. Szervusz! Vámos Miklós vagyok. A kisfiú elég zavarban van, egyelőre nem szeretne kezet fogni Miklós bácsival. Nem mondod meg a neved? Az se baj, de hoztam neked ajándékba egy könyvet. És beleírnám a neved, ha megmondanád. A kis Marcelnek ormandula műtétje volt. Épp alszik, anyukája azt reméli, hogy egy-két napon belül hazamehetnek. Lilinek énszalagszakadás miatt műteni kell a lábát. Tudod, én író vagyok. Saját meglepetésemre írtam egy mesekönyvet. Én se számítottam rá. És azt határoztuk el, hogy pontosabban a kiadóban javasolták, hogy jöjjünk ide, és a kiadó ad ajándékba nektek. És akkor most én adok egyet. Most az a kérdés, hogy beírjam a nevedet? Na, és akkor tisztázzuk, hogy nincs benne valami. Tehát Hudák, jól értettem? Így, ahogy mondom, és Lili. Nagyszerű. Tibi és Trixi is nagyon megégették magukat, mindketten forró vízzel. Szia Tibi, szia Tibi, szia Tibi. Ezt mind én írtam. Változatos szövege van. De legalább nem kell sokat gondolkodni rajta. És őt hogy hívják? Trixi. Trixi? Őt is beleírom, jó? Ugyanezt a dalt lehet. Ugyanezt a dalt, Trixi, úgy is szólhat, hogy szia Trixi, szia Trixi. És veled mi történt, Trixi, ha akarod mondani? Forró víz? Milyen menő ez a forralás itt nálatok? De én úgy tudom, hogy forró vizet a kopaszra, tehát neked már nem kéne. Jaj, vicceltem, semmi gond. Próbáltam viccelni, de együtt érzek veletek. Közben már a kicsi Daninak dedikál Miklós. A kisfiú belenyúlt a kályhába, nagyon megégette a kezeit. Csiribiri, csiribiri, zapszálma, négy csillag közt alszom ma. Csiribiri, csiribiri, bojtorján, lélek lép a lajtorján. Vámos
Vámos Miklós és a több mint 20 éve bohóc doktorként dolgozó Eszter váratlan vendégként érkeztek a gyerekekhez a Betesda gyermekkórházba. A szorongás és a félelem betegít, az öröm meggyógyít. Izgatott és kíváncsi voltam arra, Miklós hogyan bontja le a falakat a gyerekek és saját maga között. És ha bár azt mondja, nem egy társasági ember, egyáltalán nem él bohém életet, sokkal inkább magának való, mint a sokan gondolnák, a gyerekek nyelvén nagyon ért. Most már 21 éve vagyok bohóc doktor, a Pirosor Bohóc Doktorok Alapítványnál, és ha valamiben igazán hiszek ebben az életben, akkor az, hogy ennek nagyon nagy jelentősége van, és hogy ezért volt érdemes megtanulnom ezt a szakmát, amit űzök, hogy egy olyan közegbe, egy kórházba, ahol hát láttátok, hogy itt azért az örömet nagyon kell keresni, meg az örömszikrák, azok nagyon, nagyon nehezen gyúlnak fel. Itt is egy bohóc doktor meg tudja találni a játék lehetőségeket, az öröm lehetőségeket, és ezt átadja a gyerekeknek, ezt a látásmódot. Vámos Miklós pedig Vörös Sándor szavaiban hisz, aki szerint a gyerekek nem hülyék, csak kicsik. A gyerek egy élőlény, okos, szíve is van, csak még nincs elég tapasztalata. Ilyen értelemben pedig szerinte bármi lehet mesekönyv. A szíves lélek leginkább ő azt mondja, olvasni tudóknak szól, de az is jó, ha a szülők felolvasnak a gyereknek, ha még nem tud olvasni, és ráadásként még apa és anya sem unatkozik majd. Volt egy kisfiú, akihez odaültem, és szülőse volt vele, csak ott ült, és zavarba volt, mint mindegyik, és így rám nézett, és én elkezdtem őt kérdezgetni, és annyira sikerült baráttá válnunk, utána, hogy már mosolygott, már nevetett, már mesélte, hogy mi a helyzet az ő kutyájával. Na most biztosan tudom, hogy ez csak azért van, mert én nem túl dumálni akartam, nem kioktatni akartam, semmit se akartam. Csak így a kezembe vettem, mint egy érett almát, és így megnéztem, hogy jé, te milyen vagy. Én általában úgy meg tudom szeretni az embereket, akárhány évesek. Tehát 0-tól 98-ig. Ha valakivel így szembeülök, és így nézem, akkor egyszer csak úgy meg tudom szeretni, vagy mondjuk így, hogy meg tudom érteni. A gyarlóságokat elfogadom. Még a hibákat is elfogadom, a bűnöket azért nem. Én azt hiszem, hogy elég pontosan látom az erényeimet is, meg a hibáimat is. Vámos Miklós 20 évesen egyszer már írt egy mesekönyvet. Dr. Oráng utai Tivadar volt a címe. A kiadó mondta neki, hogy írjon egy mesekönyvet, mert azzal majd jó sok pénzt kereshet. Ő meg fiatal volt, mint mondja, professzionálisan ambíciózus, anyagilag meg nagyon szegény, ezért írt hát egy 6 oldalas rövid mesét, az ováció és a meggazdagodás viszont elmaradt. Hogy miért? És most a gyerekek fogják be a fülüket, mert a meséjében leírta, hogy a karácsonyfát nem a Jézuska hozza, és akkor itt most be is fejezem, de ebből gondolhatják, hogy nem feltétlenül ez volt az a mese, amit anya a hangulatos félhomályban szenteste előtt olvasgat a félálomba szenderült gyermekének. Ez a mesekönyv most viszont más. Ráadásul elképesztően innovatív, már csak azért is, mert ez az első olyan gyerekkönyv, amihez a grafikákat mesterséges intelligencia készítette. A szív és lélek főszereplői nanorobotok, akiket egy orvos gyógyító célzattal juttat az emberi szervezetbe. Nem tudom, ti mennyi mesét olvastatok és mikor, de én, amikor gyerek voltam, tehát mondjuk 6, és felolvasták a szüleim a Grimm meséket, hát én szívbajt kaptam. Jött a sárkány, leharapta a fejét, voltak ilyen kardozós mesék, hogy pici darabokra hasogattak. Sok mesétől féltem én. Legjobban féltem a kis gyufaárus lánytól, ha még nem volt hozzá szerencsétek, azt ne olvassátok el. És nagyon sokat aggódtam, ugye én egy 3 gyerekes apuka vagyok, de már kinőttek engem, tehát már mind felnőtt. De én nagyon hiszek a szó erejében, ezért minden gyereknek folyton meséltem. De nem ám könyvekből, csak úgy a fejemből. És akkor elmeséltem nekik olyasmit, amit nem kellett volna. Mondjuk elmeséltem nekik az Odüsszeia című hosszú, az egy nagyon hosszú verses mese, úgy gimnázium tájt tanulják, de én nagy lelkesedéssel elmeséltem, hogy
hogy volt ez a Küklopsza. Voltak nekem ilyen pszichológus barátaim, mint a Vekerdi Tamás, meg a Ransburg Jenő, és mindig kétségbe esettem hozzájuk, futottam, hogy gyerekek, hát szabad ilyet mesélni? És ők azt mondták, nem csak, hogy szabad, hanem kifejezetten kell. Mondom, miért? Hát én úgy féltem. Azért, hogy a mesékben történjenek meg a borzalmak, és az életben meg minden jó legyen. Ez jó elv. Egészen addig elfogadtam, míg láttam, hogy az életben sincs minden jó. Vámos szerint az írás egy olyan mesterség, amiben juthatsz előre, megállhatsz és visszafejlődhetsz. Saját regényei közül még a legsikeresebbeket is csak 80%-osnak tartja, de nem azért, mert jó, rossz vagy közepes, hanem mert az eredeti gondolatának a kifejtésében nem jutott el a falig. A fal a 100%. Utolsó kisregényem Teendők halálom után. Valamit szerettem volna a testvéri kapcsolatról megérteni, amit nem tudtam, nem értettem. Addig írtam ezt a kisregényt, míg megértettem. Na most azt remélem, hogy ha én megértettem valamit, akkor ön vagy bárki olvasó is meg fogja érteni. És akkor ez egy dupla haszon. Szerinte 100%-os könyv a 100 év magány és az Anna Karenina, bár utóbbiból is ki tudna húzni, mert szerinte Tolsztoj túlságosan sokat ír a politikai és szociológiai elméleteiről, ami nem tartozik egy tüzesen lángoló szerelmes regényhez. Én nem hiszem, hogy egy prózai munkánál bármilyen más cél lehet, mint hogy az ember az általa kieszelt gondolatot valahogy olyan formába öntse, hogy egy másik emberben az életre keljen. Ugye most, ahogy beszélek önnel, és kifejezetten a szemébe nézek, akkor itt van ez a gondolat burjánzás a fejembe, amelyik alaktalan. De mégis rábízom erre a rezgés hullámra, és az eljut a két fülébe, és ott átalakul valami gondolattá. De nem az a gondolat lesz az ön fejében, amit én oda küldtem, mert az ön fejében lévő összes tudattartalom azt így színezgeti. Csiribiri, csiribiri, lágy paplan, ágyat forró lázad van. Csiribiri, csiribiri, zapszalva, engem hívva álmodban. Ezzel zárom rövid akadémiai székfoglaló előadásomat, hogy azért aki tud olvasni, az nem mind tud olvasni. Tehát aki el tudja olvasni azt, hogy tilos a bemenetel, az még nem tud olvasni. Az olvasás az egy ennél mélyebb, magasabb rendűbb dolog, és az a feneség, hogy csak olvasással lehet megtanulni, tehát sehogy máshol. Máshogy. Én mesélhetem, hogy hogy kell olvasni, de az nem jó. Olvasni úgy lehet, hogy aki kinyitja ezt a könyvet, elkezdi olvasni, és nézni, hogy a sorokban lévő üzenet, mert vannak ott, az eljut-e ide, vagy ide? Ez az olvasás. Vámos Miklós írt egy ikermesét a szív és a lélek gyógyításának történetéről. És tudják, mit igaza van abban, hogy miért kellene a gyerekeknek csak és kizárólag a klasszikus értelemben vett mesét olvasni. Én láttam, hogy hogy reagáltak ma a gyerekek Vámos Miklós szavaira és mesekönyvére. Ragyogtak, csillogtak, ráadásul a gyógyulás útjára léptek. A Heti Naplóban Török Réka riportját látták.